Mindenkinek szevasztok, srácok, én a Nagybené vagyok, és itt vagyunk Alcsút Doboznak a Pannonia Golf pályáján, ugyanis most került megrendezésre a 19. Audi Quattro Golf Kupa, és azon belül is ez a magyar forduló, aki ezt megnyeri, az képviselheti a magyar nemzetet a döntőn Ausztriába, és ennek eseményén fogják bemutatni, vagyis mutatják be a Q4 e-tront, az első teljesen elektromos SUV-ját az Audinak, sőt, képzeljétek el, hogy mint magyar média, sajtó, videó, stb. Ezek közül elsőként tesztelhetem az utakon, úgyhogy borzasztóan izgatott vagyok, és menjünk is! Már zajlik amúgy a verseny, úgyhogy nagyon csendben kell videóznunk. És tényleg nem akarunk senkit se zavarni. És képzeljétek el, hogy még arra is lesz lehetőségünk, hogy kipróbáljuk a golfozást. Ebben kapunk segítséget is, meg szettet is, és most először üthetünk golfütővel, bár minigolfozni már minigolfoztam, de valószínűleg az tök más, és semmi köze a kettőnek. Mennyire vicces már, hogy a labdaszedő az egy golf. Aki szedi a golf labdákat. Mennyire vagány. Én fura, azt hittem az idáig, hogy kézzel szedegetik fel, de valóban az az elég hosszú ideig tartani. Hát a kocsi elejére rögzítettek egy ilyen labdaszedő cuccot. Kaptunk 3 lasztit. Lasztit. És mutatom, hogy kell. Hát igen, srácok, mindig is mondtam nektek, sokat kell gyakorolni. Elmutok szavakhoz. Nos, hát üdvözlök mindenkit az Audi GT RS fedélzetén. Hát ilyen autót láthattatok már talán az utakon, nem sokat. Én egyetlen egyszer találkoztam vele, pont robogóval voltam, és nem tudtam lefotózni, de körülbelül 5 percen keresztül mentem utána, hogy nézzem, bámészkodjak. Tökre nem arra mentem erre én, de az se érdekelt. Hát egy lakás árában ülünk, de most ezt nem így kell nézni. Tehát, hogy ezek a formák, ez... Ha autógurus lennék, biztos szebben le tudnám írni. Én, amit itt látok, az egy 600 lóerős német gyönyör, és egyszerűen kiráz a hideg, egyszerűen, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, és hogy lehet valami ennyire szép, tényleg brutál. Arról nem beszélve, hogy ami meg ott van velem szemben, olyat még biztos nem láttatok az utakon, és azt ma el fogjuk vinni. Magyarországon talán először én leszek az, aki erről videót tud csinálni. Egy óriási megtiszteltetés, és alig várom, hogy abba is beleüljünk, és ki is vigyük az utcára. Sajnos ez a drága autó, ez még nem tudott rendszámot kapni. Összesen van benne, kérlek szépen, 54 kilométer összesen. Úgyhogy ezt majd talán egyszer később, de ez is, hogy benne ülök, már nekem ez is feldobta az teljes napomat, hetemet, hónapomat. Ez azért vicces, hogy 2 fokozatú. Még anyának a golfja is otthon 6. Ráadásul a hangszórók adnak neked hangot is, tehát hogy nem a full elektromos autó érzése van meg, hanem van benne a belső égésű motor hangja is. Továbbra is ezt a mondani, hogy úgy meghallgatnám, meg leteszteltném, de majd, ami késik, nem múlik. Viszont térjünk át a Q4 e-tronra. Elektromos autót én nem nagyon vezettem még, talán a Mollimónak a kis bérelhető pici autóját, úgyhogy hát az nem ilyen erős. Azért ez az egyből leadom az összes nyomatékot, ez komoly. Bele sem erre gondolom, hogy milyen lehet a GT RS-nek a hátba verő funkciója. De az meg még inkább durva, hogy ez Magyarország első Q4-ese, mondhatni, és
hát az első 100 kilométeren belül vagyunk, szóval, hogy ez számomra ez annyira durva, nem vezettem még ennyire friss autót, még érződik benne az új illat, és hát minden steril még, gyönyörű. Jó a gép. Nagyon-nagyon jó. Szerencsére itt, ahol elvittük, nagyon jó az út, de ettől függetlenül is annyira sima volt vele menni, és csendes. Tehát mondom, ez az elektromos autó feeling, ez nekem még nagyon új, és hát jól reagál. Tehát ez a padlózás, egyszer-kétszer kipróbáltam, nagyon jó érzés, és tényleg ez a stabil érzet, hogy ott van az utakon, és nem megy le róla. Úgyhogy tetszik. Viszont sajnos Golf bérletem még nincsen, de talán majd egyszer azt is kipróbáljuk. Nagyon szépen köszönöm az Audi Magyarországnak, hogy eljöhettem erre a versenyre. Nagyon izgalmas volt nézni, hogy hogyan kell amúgy ütni ezeket, és sok mindent megtudtam a pálya akadályairól, illetve a csínyáról, bínyáról. Kaptam egy kis gyors talpalót. Viszont most búcsúzunk a kocsitól is, és a Golf Clubtól is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és hogyha még nem vagytok feliratkozó, iratkozzatok fel. Én Beni voltam, szavattok!